A Bonyhádi Arany János Gimnázium 11. évfolyam tanulói tűzték fel a szalagot a végzősöknek. Az ünnepségen a megjelenteket az intézmény vezetője köszöntötte. Először egy műsor lesz, amelynek keretein belül föltűzzük a szalagot a végzősökre. Ők pedig egy hatalmas nagy meglepetésre készülnek, ami annyira nem nagy meglepetés, hiszen fél éve gyakorolnak már, és egy szallagtűző tánc, egy keringő fogja bevezetni a bált, amit megismételnek majd fönt a táncteremben, és utána már kicsit kötetlenebb körülmények között az emeleten zajlik a bál egészen este 10 óráig. Megtiszteltetés érte Sánta Ákost, aki két diáktársának is feltűzhette a szalagot. A diák iskolai tanulmányai alatt egy összetartó, öntudatos, véleményüket vállaló közösség részese lett. Én 9. osztály márciusában érkeztem a gimnáziumba, és én tényleg az eddigi tanulmányaimnak a legjobb két és cirka fél éve volt. A 12. évfolyam tanulói számára fontos eseményen nem maradhatott el a tánc sem, melyet több hetes felkészülés előzött meg. Nagyon komoly felkészülést igényelt mindenképpen, hogyha azt nem számoljuk, hogy rengeteg felkészülés volt maga a tánc, amit elő fogunk adni, illetve az, hogy el kellett menni sminkeshez, fodrászhoz, meg hát lelkiekben is azért ott kellett lenni. A középiskolai évei meghatározóak voltak számára. Mindenképpen nagyon meghatározó volt maga az osztályközösség, az egész iskola és a tanáraim. Kicsit tartottam tőle, hogy nem fogom megszokni ezt az új ritmust, amit fel kellett venni a gimnáziumba, de szerintem helytálltam. A diákok táncával zárult a rendezvény.